Köszöntök mindenkit a DMTK 60 MB2-es északi csoportbeli mérkőzésen. A előzetes várakozás soknak megfelelően alakultak az eredmények ezen a meccsen. Úgy ítéltük meg, hogy mi képviselünk nagyobb játékerőt. Hát meglátjuk, hogy ez hogy fog alakulni. Látjuk, itt jobbkezes játékosok vannak csak a pályán, jelenleg nincs a keretünkben balkezes játékos, ami azért elég determináltá teszi a támadó játékot. Itt egy lépéshibát látunk a Kreisz Krisztiántól. Egy Veszprém nevezetű figurával kezdett az ellenfél. Ez egy hátsó kerülés, amiből azért most itt könnyű lett volna védekezni, a jobb kettőben nem sikerült szembe lenni. Tudj, itt a Tamás egy szép pattintott átlövést jobb kézzel jobb oldalról okozott be. Szélső felkanyarodás, hát ez egy kicsit a kapus, én azt gondolom, mert látta végig a kezét, egyenes alsót, bele kellene a lősávba. Itt a Kiko szépen túljátszotta magát egy emberen, utána a lövésnél nézte a kapust. Ebben látok fejlődést nálunk amúgy, hogy jobban nézzük a átlövéseknél a kapus mozgását, mint az előző szezonban. Itt mi is ezt a Veszprém nevezetű figurát kezdtük a hátsó kerülésre, abból egy rossz bejátszás. De egy gyönyörű szerelést jártunk a Pilót Janitól, aki a nagy testsúly ellenére nagyon ruganyos. A Szemi szépen okosan elpöttyintette a kapus mellett a labdát. 3-2-vel levezettünk. Látjuk, hogy egy viszonylag statikus ellenféllel játszunk. A védő behátrál, a kapus nem a lövő oldalon, tehát a visszahúzottra elővételezett, és ebből kaptunk volt. Itt látjuk, hogy az egy-egy elleni védekezés az nem volt az ellenfél erőssége. A Marci egy szűk induló cselből az Illésmártan került helyzetbe. Egy belső vagy beállós fel nevezetű figurát látunk itt. A beállós készít a ellenoldali átlövőnek, de jól vette észre az irányító. Egy nagyon szép és pontos lövés volt itt. Jó vette észre az irányító, hogy kilépett mind a két véd, és így be tudott bújni. A kedvenc visszahozott fel se a Marcinál ebből, amikor keresztbe megy. Nem volt elég pontos. Hát az Ádi itt is egy picit lecsúszott. Az elején ilyen álmosat kezdtünk, főleg védekezésben. 5-5-nél jövünk megint vissza. Itt a Tamás megint azt kell, hogy mondjam, hogy okosan lőtt, nézte a kapust, hogy mikor mozdul ki. Megint egy szép lövés, összeért a lábuk, teljesen véletlen, tehát nem szabálytalanság. Látjuk, hogy itt egy emberhátrányos szituáció, hát amit ennek megfelelően el is rontottunk. Az egyszernél az Ádámnak, a Csengeri Ádámnak nem sok esélye volt. Itt emberhátrányos szituációban beállós labdával futott be, egy kipattintott labda. A Laci ütemben nem volt nagy éve a beugrásnak, nem volt elég idő befejezni, ez volt a probléma. Itt megköszönjük a 60 bal szélsőjének, hogy sikerült eltalálni a hálótartóvasat kívülről. Zicserbe. A Tamás megint egy nagyon okos lövéssel nézve a kapusra. Ezeket nagyon jó látni, és azt gondolom, hogy ebben nagyon sok van. Kedvenc figuránk ez a emberelőnyben, amit itt láthattunk. A beállós az 1-es-2-es között az irányító elviszi jobb oldal felé a labdát, visszakontrázza, 1-1-be marad az átlövő a két védőből az egyikkel, és két választási lehetősége van, passzolni, meg egy lőni. Nagyon jó százalékba fejezzük ebből be góllal. Ez egy nagyon jó dolog. Itt látjuk, egy közel volt az Ádi hozzá. Keményen meglőtt labda volt. Hát ez egy, viszont a Tamás ideig dicsértem, de ez borzasztó buta bejátszás, amit itt nem látszik, hogy csak az elején látszott, hogy a beállósunk az nem indul el hátra, ez baj. Szép bejátszás, nem sikerült befordulni. Úgyhogy
Hát igen, sajnos ez nagy butaság, 9-esen kívül eldobjuk a labdát, miközben cserélünk. Szépen komótosan leballagunk, ez nagyon nagy baj. Itt voltak vélemények, ellenvélemények, hogy ez hogy történt. Hátrafelé dobta, szép okos lövés a Pirót Janitól, de a 9-esen kívülről végezte el. Látunk egy szélső felkanyarást megint, hát itt nem dicsértem meg az Ádámot, úgy emlékszem, hogy csere is volt ezután, második ilyen volt. Igen, én azt gondolom, ez kiállítás, igen, a játékvezető ki is állítja. Lövőcse, és nem sikerül a Lacinak, pedig 10-be 9,5-szer oda szokta lőni. Ezt be kell okozni. Látjuk, megint ugyanez a szituáció volt ember előnybe, és nagyon szépen megkapta a szélső, zicserek vannak belőle. A világon egyébként, ahol nagy testű beállós van, igazándiból ugye itt az a lényeg, hogy az 1-es, 2-es között legyen a nagy testű beállós, ezt nagyon sokan játszák. Itt egy picit komótosan indult a dolog, a jobb szélre került ki a helyzet, a Lovászi Dani szépen fejezett be. Látjuk, itt védekezésváltás van, 5-1-et védekezünk, egy jó beállós volt az ellenfélnél, sajnos azért nem is tudtunk nagyon kinyílni, mert nagyon jó játszották meg, gyakran került helyzetbe. Hát itt már nem emlékszem, hogy miket mondtam, de biztos nagyon jókat. Arról beszéltünk, hogy itt egy befutást kell csinálni, és az árásba menjen a Lacika lőni egy picit arrébben, de szép visszahúzott sarkos lövést hajtott végre. Most itt egy nagyon szép jelenet jön, ha jól emlékszem, az árásba fog menni a Laci. A Farkas Zsoltnak, a szekrénynek az árását kereste, ez megint jó érzés ilyet látni, mert ez tudatos. Egy szép védést láttunk a Varga Tibortól, akinek nagy erőssége amúgy az átlövések hárítása. Hát ez nálam kiállítás lövői játékost zicserben, zicsertövő játékos bántani. Hát a Tamás nagyon szépen arccal sáncolt egyet, itt a Marci megindult a labdával, aki ugye nagyon gyors, nem tudták tartani, 5 gólosra nőtt a vezetésünk, ami azért jelentős különbség, így az első fél idő után. A szünetben arról beszéltünk, hogy semmiféleképpen se aludjunk bele az elején. Tehát, hogy ne legyen az, hogy feljön az ellenfél, vérszemet kap, ne adjunk esélyt. A 60 kezdte a mérkőzés, és egy borzasztó védekezés, ugye beállós test előtt tartottuk, ott mögőle próbálunk sáncolni, nem vette fel senki az embert, az borzasztó gyenge védekezés volt, hála Isten ők is hasonlóan cselekedtek. Hát egy pattintott bejátszás, ami elég gyenge volt, a Laci 2 embert is lefutott, és gyönyörűen a visszahúzottat mutatva egy körüves mozdulat belőtte a egyenes alsó sarokba. Nagyon szép volt. Láb közötti bejátszás, nagyon nehéz ellene védekezni. A védő lába között pattintják be az alacsony súlypontú beállósnak, aki mozog az üres helyre. Ez is egy szép technikai megoldás volt. Itt látjuk, hogy fellépünk, visszahátrálunk, és Tibié volt egy kicsit, megint úgy érzem, hogy távol volt zárás, nem is értettem, hogy miért kell ide kijönni a Szekinek, és ő is sétál, látjuk, ez azért nem jó. Hát nem ért hozzá senki. Én nekem meggyőződésem, ez a játékos az ellenfélnél többet volt a hátán, mint a lábán. Egy picit hozzáértünk, már egyből dobta magát. De a 7 méteres adható volt, bár én nem láttam semmit. Itt látjuk, a Kreisz Krisztián visszakerült, aki egy első pillanatban komolynak tudom válsérülést szenvedett az első félidő 7.-8. percében, de aztán támadásba tudta vállalni a játékot, ha lehetett, kivettük védekezésből a végjátékból. Itt a Pirot János már nincs a pályán, 3-2 perc miatt kiállították. Hát akik ott ezért szeretjük, mert
képes átlövés gólokra. Nagyon szépen megszereztük a labdát, egy szép szekrényindítás, hát nem szép szabálytalanság, én azt gondolom, ha miénk, mondjuk ilyen esetben 2 perc, akkor minimálisan ennek is annak kell. Bocsánatot kérek, mert még a Jani van a pirót, itt látom kettesbe. Egy picit le is késett most az emberről, bár igazániból nem az övé volt. Majd most látjuk a kiállítást szerintem, vagy nem tudom, nem. Jobb szélre kihúzás, Dani szépen befejezte, Tamás jó oda lőtte a labdát. Itt látjuk, egy picit le vagyunk szorítva. Tehát gyömöszöljük akkor, amikor oldalt kéne menni, el is vagyunk maradva, hát állni kell ilyenkor, egy picit előrelépni, és ott megállni a kapusnak, és akkor rendben van. Hát a Tamásnak ezen a mérkőzésen azért voltak nagyon szép átlövései, talpró felugrásból, örülünk ennek. Itt látjuk megint a Marci, megcsinálta a nehezét, a Tomi meg gyakorlatilag visszapöttyintette a visszahúzott alsóba, ami nagyon jó volt. Ugye falt, tovább tud menni, nincs megállító falt, tötyög, egyszer csak gond van belőle, és akkor már nem tudunk mit csinálni. Szép ejtést látunk, nagyon szép volt, mert nem volt túl magas ívű, pont olyan, ami ennek kell, tehát ahhoz képest még megfelelő gyorsaságú is volt. Erre az 5 gólos vezetésről itt billegtünk mindig, de nem forgott veszélybe, én azt gondolom, a mérkőzés alatt a győzelmünk, hát ez gyakorlatilag szinte hihetetlen. Hagyjuk fölkanyarodni a bal szélsőt, nagyon jó bejátszás volt. A Jani szép lezseren megjátszotta a Szemes Andrást, aki befordult, hogy szépen belőtt a helyzetet, de sajnos leért. Itt egy pörgetett lövés van lövőcsel után. Támaszkodó láb oldalára, tehát esélye nem volt megfogni a kapusnak. Ez, hát, megint egy ilyen belealszunk. A kettes támadó megy, ennek viszont ezeknek annyira nem örültem. Itt látjuk megint a szokásos emberelőnyös figurát. Nagyon szépen befejeztük. 5-1-es védelem van ugye az emberelőnybe. Egy picikét, most lőtt egy visszahúzott a felkanyarodásból, 3 egyenes után. Itt látjuk a Janinak a nagy butaságát. Nem szabad ellökni ilyenkor. Kiállították volna az ellenfelet, meg kapaszkodott bele, utána még nagy butaságot csinált, mivel azt gondolta, hogy piros lapot kap, levette a mezét, ezért megkapta a második 2 percet is, és kiállítást kapott, sajnos. Vitatkoztam igazándiból, de jogosan. 4 gólos vezetés van, még valamivel több, mint 13 perc van hátra. Azt gondoltam, hogy ennél simább lesz a mérkőzés. Itt látunk megint egy kettős ember, hát egy 4 percig voltunk ott ember, hát és rögtön kaptunk még egyet, egy gyakorlatilag 6 percig, és itt látjuk, 4-en voltunk, de hát ilyenkor nagyon veszélyes, hogyha ha 2 gólt kap az ember, fönt van az ellenfél, de 2 gólon nagy baj lehet belőle. Hát jobb teljesítményhez vagyok szokva az Ádámtól sokkal, de sokkal jobban tud ennél védeni. Itt megint egy szép évet lövés volt. Itt az Ádi szépen kijött. Kiállítás is volt. 7 méteres is elszámolta a szekély egy kicsit. A 7 méteres biztosan értékesítették. 29-26, 3 van közt. Egy gyönyörű befordulás a Szemes Andrásnál, ami én azt gondolom, hogy sokszor a energiáit elviszi a duzzogás. Ha erre fordítja, akkor nagyon nagy erősség a csapatnak. Megint a szokásos emberről, mint egy gyönyörű, önzetlen átadást láttunk az Illés Marcitól, aki zicserből még szebben, egy picit talán a közönségnek is játszva, megteremtette a szemének a lehetőséget. Lecsapdáztuk az ellenfelet, aki ebben a szakaszban már én úgy éreztem, hogy teljesen megadta magát. Viszonylag hát lépés hiba. Véleményes, adható.
adható. A Lacikának a játékában benne van Ádi gyönyörű szép zicservédés, és itt is nagyon szép mozdulat volt, ahogy megtámadta a támadót. A Kiko egy szép átlövés gól, itt látjuk, hogy 7 gólosra nőtt az előnyünk pillanatok alatt. Labdaszerzés gyönyörű szép, a Tomi fölveszi, közben már egy apró cselt is megcsinál, 8 gólon vagyunk, többinek vagy leragadtalában, vagy nem tudom, mellé lépett. Még egy nagyon szép indítást láttunk a végén, amit a Marci biztonságosan értékesít. Itt látjuk, hogy a Gádi Krisztián is pályára került, aki betegséggel bajlódott ebbe a szezonba többször, de hát számítunk rá, természetesen a saját nevelési játékosról van szó. Egy gyönyörű szépen mellélőtt hetes fejezte be a mérkőzést. 5 pontunk van, középmezőnyben foglalunk helyet. Azt gondolom, hogy a csapategység az példás. A felnőtt csapatban én úgy látom, hogy még a megszerezhető pontjaink azok a szünet előtt egy ilyen 5 és 6-7 esetleg. De így örülünk ennek. Látjuk, itt a 7. helyet foglaljuk el, és előről azért játszottunk már egy pár csapattal. Köszönjük szépen!